Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Ezen a héten jönnek-mennek a frontok a térség felett, ezért marad változékony az időjárás, viszont ezek a frontok sem lehűlést, sem pedig jelentősebb csapadékot nem hoznak magukkal. Ma reggelre az előző reggelekhez képest kicsit erősebb volt a lehűlés, gyenge fagy többfelé előfordult az országban, viszont délutánra a hideg front ellenére is marad az átlagosnál enyhébb időjárás, 8 és 12 fok között alakul majd a maximum. Főleg a nap első felében ígérkezik napsütés, aztán a hidegfronttal együtt délutántól nyugat felől erősebben megnövekszik már a felhőzet, északnyugaton gyenge eső, az esti órákban pedig akár havas eső is előfordulhat. A szél főleg a Dunántúlon erősödik majd meg. És a következő napokban is mozgalmas lesz az időjárás, kevés csapadék mellett több-kevesebb napsütés is ígérkezik. A délutáni órákban általában 10 fok körül alakulnak majd a maximumok, pár fokos enyhülés a hétvégétől érkezhet, és az éjszakai órákban továbbra is számolnunk kell gyenge faggyal. Szép, kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!